Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Először is új hajam van, festettem, vágattam, ezt majd megmutatom. De a másik, ami ennél sokkal fontosabb, hogy egy szuper vendégünk van mára, aki nem más, mint... Timi! Hát de miért? Úgy örülök, hogy itt vagy. Tegnap megpróbáltuk felvenni ezt a videót, törvényi és jogi akadályokba ütköztünk, úgyhogy egy kicsit átgondoltuk, és másképp fogjuk nektek felvenni, viszont reméljük, hogy így is nagyon fogjátok élvezni. Neked egyébként a Starbucks-szal elveid is vannak, amiket sajnos miattam meg fogsz szegni. Igen, én 17 éves koromban kóstoltam először a karamellás frappuccinót a Starbucks-ba, és azóta hűségesen tartom, hogy semmi más nem ittam ott is. Úgy gondoltam, ezt nagyon sokáig húzni fogom, hogy az az egyetlen, amit én ott iszok. És így tegnap megkérdeztem tőle, hogy ne haragudj, akkor hogy fogjuk ezt a videót felni? Mindjárt indulunk is be. Szeretnélek titeket megkérni, hogy fogadjátok nagyon sok szeretettel Timit itt a csatornámon. Én is fogok menni hozzá, majd azt is, hogyha addigra kész lesz a te videód. Ha nem adom fel útközben a vlogolást idegességembe. Akkor azt ide be fogom nektek tenni, ha nem, akkor viszont majd később fogjátok látni nálam. De induljunk is el, mert nagyon meleg van itt a kocsiba. Lehet, hogy nagyon zavaró, hogy megy az autó és a légkondi is, viszont egyszerűen lehetetlen meglenni ebbe a melegbe, főleg amit fent szenvedtünk. Nem tudom, mennyire látszik rajtunk, hogy egyébként az előző képekhez képest meg vagyunk törve. Nem kicsit, de... Igen, nagyon nehezen sikerült elkészíteni, de ezt majd elmondjuk. És van egy plusz italunk, és mi meg indulunk haza Timihez, és tesszük be hűtőbe ezeket a kis csodákat. Ja, meg is mutatom. Ennyi. Meg még a plusz egy. És a plusz együnk. One hour later. Timi zavarva van. Egy lájtos 5 órával később itt vagyunk. És egyébként viccen kívül Timinek a videójához is vettünk fel részleteket, Bencével is találkoztunk, ez egyébként az ő kamerája. Az én aksimnak és töltőmnek egy különös története van, amit Bence videójában egy icipici részletbe láthattok, azt majd ide-oda be fogom nektek tenni és megnézhetitek, de most nem is ez a lényeg, hanem hogy itt vagyunk és fogdosom a hajam, mert nagyon fura. 15 centi körül vágtunk le belőle ma reggel. Ide beteszem nektek az előtte-utána képet, hogy milyen hosszú volt és milyen rövid lett. Azért nem mondanám rövidnek, de iszonyatosan jó érzés. Na mindegy, de most még mindig nem ez a lényeg, hanem hogy itt van előttünk 10 plusz 1 Starbucks ital, és elmondanám azoknak, elmondjuk azoknak, akik nem tudják, hogy miről van szó. Mostanában nagyon sok videót nézek külföldi, leginkább amerikai youtubereknél, és megütötte a szemem ez a videó típus. A Starbucksnak létezik egy olyan dolga, amit úgy hívnak, hogy titkos menü. A lényeg az, hogy vannak rajta nagyon extra italok, amiket csak külön kérésre csinálnak meg, tehát nincsen rajta a rendes menün. Nem forgalmazták még. Igen, és amúgy valószínű, hogy nem is fogják, igen. Mert iszonyatos posztok vannak ebből, nagyon vagány, hogy a titkos menüről rendeltem, ezt rendeltem, azt rendeltem, és egy párhoz le van írva, hogy hogy kell kérni. Van olyan, amelyik egy alapitalból továbbfejlesztett, de van olyan, ami egy teljesen új ital, és innen, hogyha netántán néznék a Starbucks-os lányok, akik készítették nekünk ezeket, nagyon szépen köszönjük, mert iszonyatosan aranyosak voltak, igen. És próbálták kitalálni, hogy hogy legyen, hogy oldjuk meg, úgyhogy itt meg van előttünk. Meg még színeket is rakott bele, igen, hogy élénkebb legyen. Mindent megcsináltak, vagyis hát megpróbáltak olyanra megcsinálni, amilyennek lennie kellene. Majd amikor kóstoljuk, akkor egyesével be fogom vágni mellé, hogy milyennek
kellene lennie, és milyen most, mi van benne, mi nincs benne, úgyhogy mindent látni fogtok. Itt van nálam az egyik blokk, két részletbe kértük, mert ahogy mondta Timi, nagyon sokan álltak mögöttünk, és írtókínos volt kikérni egyébként ezeket, és még mielőtt bárki ráakadna erre a témára, hogy mi mennyit fizettünk ezért, és miért nem jótékonykodunk, és stb. Ez a videó azért készül el, hogy ti jót szórakozzatok, és esetlegesen megtudjátok, hogy mit lehet igazából pluszba csinálni a Starbucksba, vagy akár egy bármelyik másik kávézóba, hogy tudtok újra alkotni italokat, és merjetek kérni új dolgokat. És érdekességképpen mondanám el, hogy az egyik kör 7790 volt, az egyik, ez azt hiszem, hogy a hatos. Igen. A hatos csomag, és a másik ötös csomag pedig 7070 forint volt. És akkor, úristen, nem tudom, hogy hogy kezdjük. Tehát én is, de nagyon rá vagyok izgulva az oreósra. Jó, akkor azt mondom, hogy egy kicsit ezeket előrébb toljuk, még hogy benne legyenek akkor a sorba képbe. Menjem? Hát menjen sorba, és akkor... És akkor mind a kettő megkóstoljuk mindegyiket? Igen. Jó. Nagyjából megpróbáljuk elmondani, betippen, hogy melyik, melyik micsoda. Félig rá van írva, viszont ilyen, hát ilyen homemade dolog volt ez bent a Starbucksba, úgyhogy az első az egy oreós shake, ez biztos. Amúgy leveheted a tetejét. Ja, nézzétek el, hogy a tejszínhabok azért összeestek 5 óra alatt, hiába voltak hűtőben. Lássuk. Ennek úristen, konkrét oreó íze van. Tehát, hogy nyilván, hogyha ez friss lenne, akkor ilyen jégkása-szerű állaga lenne, de nincs, mivel megolvasztottuk a hazafele úton, de ez kifejezetten nagyon jó. Finom. Arra emlékszem, hogy ebben biztosan vannak csoki darabkák. Igen, ez látszik is. Az érződik, és valami fehér csoki szirup van benne, mert nagyon fehér csoki íze van. Nagyon fehér csoki is. De finom, tehát finom. Finom. Na most mi van a csak karamell frappuccino dolgoddal? Marad is az. Ó, na persze. Utána is csak azt fogok hinni. Nem hiszek neked. Jön a következő. Megkeverem egy kicsit ezt is. Van rajta egy WC felirat. Tehát így... Nem baj, kóstoljuk meg. Ott voltunk, amikor készült, tehát nagy baj nem lehet vele. Ez kávé. Ez amúgy ez ilyen toffifi ízű. Igen. Igen. De erős kávé íze is van, nem? Mhm. Uh-huh. Nem? Olyan mogyorós kávé. Finom. Nekem annyira nem jön be. Nekem ízik. Meginnám, ha kapnék, de nem vennék. Nem kérnék én se ilyet szerintem, viszont én nagyon szeretem a kávét, de... Új! Kifolyt a lábamra a szívaszálból. Finom, de nem extra. A következő, ezt egy nagyon érdekes kis videóban láttam, ezt tudom, hogy mi, nem így kellene kinéznie. Tehát, hogyha ez az, amire gondolok, már pedig szerintem annak kell lennie, az bizony. Ez egy matcha zöldtea frappuccino 8 pumpa mána sziruppal. És amelyik videóban én ezt láttam, ott olyan szinten el voltak tőle ájulva, vigyázz lenne is a kamera. Jó. És mindenki egész le? Igen. Mehet? Nem szeretem a málát is, hogy kíváncsi leszek. Ez durva. Ez konkrétan zöldteás, már úristen. Nekem ez nagyon tetszik. Nekem is. Talán ez a legjobb eddig. Egy ilyet szerintem kérnék magamnak is. Na, ebben már darabkák is vannak. Ez eperrel készül. És ugye te azt mondtad, hogy neked volt eper allergiád. Így ránézésre nem mondanátok meg, de ez a James Charles féle Pinkity Drinkity. Ez az? Igen. Aminek, hát azért nem így kellene kinéznie, így őszintén szólva. Az nagyon magány, de abban a csúra az plusz. Epres? Mi? Tudom. Ott rontották el, hogy ebben nem kell kávé. Ez nem kávé, ez egy frissítő ital. És tettek bele kávét, és amiatt lett ilyen... Rossz? Undi színe. Nem rossz. Kókusz... Van benne eper? Hát csak szirup.
kókusztejjel készül, és eperszirupval, és nagyon finom lenne amúgy. Következő. Na, ez micsoda vajon? Elképzelésem sem. Tehát így, ez egy sima, semmilyen frappuccino. Ez a cookies and cream frappuccino. Tényleg olyan. Amúgy pont olyan íze van, mint annak a fagyinak. Uh-huh. Tényleg. Még lehet, hogy ilyet is vennék. Igen? Bejött, aha. Na, erre nagyon kíváncsi vagyok. Ez nagyon extra, nagyon jól néz ki. Hát akkor tök jó, mert ez is málnás. Na, akkor ezt utálni fogom. Olyas, mint az előbb, csak kávényekből. Ez amúgy tudod mi? Mi? Ez a cotton candy frappuccino. A vodka cukros. Még mindig nem jön be. Így, hogy tudom, hogy vodka cukros, így tetszik. Vodka cukor íze van. De nagyon-nagyon cukros. Uh-huh. Túlságosan cukros. Fú, nem tudnék meginni belőle egy egészet. Sem. Na ez ilyen vaníliásnak néz ki. De karamell van a tetején. Fordítsuk meg, hát ha rájövünk, mi ez. Ott tisztem sincsem. Gőzem nincs, hogy mi ez. Ez mentolos! Ti szeretitek a mentolos teát, kávét? Én a csokit nagyon szeretem, de ez... hogy ez hogy sikerült, arról fogalmam nincs. Hogy tudsz még inni belőle? Nem olyan, mint ez a krokodilos fokrém, az a gyerek fokrém. Ugye, hogy olyan? Az a krokodilos kis rózsaszín, meg zöld gyerek fokrém. Pont olyan íze van. De nem olyan? Úristen! Na erre nagyon kíváncsiak, mert ez olyan, mint a ehhez új szívószál, nem mossuk bele a frappuccinókat. Ez egy frissítő, és azt hiszem, hogy hibiscus tea. Nincs más. Itt van. Hibiscus tea, kókusz sziruppal, és... Na, akkor az első teám a Starbucksból. És őszimaradt. Egy darab ilyen ízébe lerakott. Hát csak úgy dísznek. Ennek olyan kis kedves íze van. Mondom. Íze van valaminek, de nem mondom. Ettem már ilyen. Vagy ittam. Kicsit olyan, most nyilván, aki nem ivott még alkoholt, vagy nem ivott Malibut, annak ez nem lesz jó hasonlítási alap, de mint a Malibunak. Egy kicsit olyan íze van. Amikor még Malibut. Szóval ez? Ezt nem tudod, ugye? Ennyiből nem tudod, hogy mi? Nutella frappuccino. Ez az? Nutellás. Hú! De nem Nutella íze van. Hanem ilyen sportszelet. Tényleg. Tényleg? De te miért tudod jobban, mint én? Finom sportszelet. Ez, ha minden aval... Még egyszer? Ez, ha minden igaz, akkor a Christmas frappuccinónk lesz, aminek karácsony íze lesz. Kóstol először meg, mert a fahéjtól rosszul vagyok, a szagától is. Mi? Szörnyen rosszul vagyok a fahéjtól. Tényleg? Egyszer megpróbáltam magámmal egyenni. A kanál fahéj. Igen, és ez az hogy vagy ilyen hülye? Hát, nem hittem el, hogy nem megy le. Milyen íze van? Érződik a fahéj, de... Akkor kihagyom. Nagyon jó. De mi érződik még? 38 fokban karácsony feelingem van. Igen? Mézes kalács ízű. Azt sem szeretem. Ez nem az én ízűtől. Megy a Christmas time a fejedbe? Na, már csak egy van, az a plusz egy, nem? Igen. Nem úgy néznek ki, mint a képeken, azért, egy-kettő kivételével.
és nem nagyon tudom betippelni. Igen. Ez is kicsit mentás, nem? Nem. Mert ilyen popsitörlő íze van. Nincs popsitörlő íze. Milyen íze van a popsitörlő? Nem ettél még? Nem! De ez hogy lehet? Amikor törölted le a szálat, akkor nem érezted még soha? Kókusz. Meg és mána. Nem tetszik. Nekem sem. Akkor hozom ide. Ezt mindenképp. Ezt is. Ez egy sima kávé volt. Teljesen rendben van. Christmas time. Az íz lett neked? Ez? Uh-huh. Igen. Nekem nem annyira. Nekem nagyon. Ez a matcha. Az melyik? Amit mondtam, hogy valakinek a receptje, a matcha frappuccino. Igen. Igen. Szóval nekem ezek azok, amiket rendelnék, még a pink drink olyan, hogyha nem lenne benne a kávé, és úgy lenne elkészítve, ahogy el kell készíteni, akkor én azt még kérném. Nekem ez az öt. Ez. És az oraósat nem, nekem az nem íz lett. Annyira nem, hogy kérjek. Mivel mondtad, hogy neked ez annyira nem tetszett, nem. Én ezt kisajátítom. Nyugodtan. Én úgyis tele vagyok. Jöhetnek a Timi kedvencei. Nekem igazából készítve. Ezt venném meg. A többit igazából nem. Csak? Tényleg? Meg talán az a vaníliás karamellás kombó. Valamelyiknél mondtam még, hogy megvenném. Ez volt szerintem. Megmaradt a fejembe az ez a kettő, amit ugye, ha bemennék a Starbucksba, akkor eszembe jutna, hogy na, ezt lehet múltkorról megkóstolnám most is, de talán még ez sem. Úgyhogy ezzel az óriási nagy kupival itt előttünk, amit a kis kóstolgatásunk után sikerült hagyni, 5-1 arányba kiválasztottuk a kedvenceinket. Remélem, hogy élveztétek ezt a videót, és remélem, hogy örültök neki, hogy itt volt velem Timi. Én nagyon örülök neki. Én is. Úgyhogy én nagyon szeretném, hogyha lenne még közös videónk, remélem, hogy ti is nagyon szeretnétek. Hogyha tetszett ez a kis kóstolgatós, próbálgatós valami, akkor írjátok meg nekem, hogy legyen-e még ilyen, vagy hasonló, nem feltétlen Starbucks-szal, bármi más, amire kíváncsiak vagytok. És akkor megpróbálunk utána járni, és lehet, hogy ez egy ilyen közös sorozatunk lesz, hogyha benne vagytok. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, velünk voltatok ebben a videóban, hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, Timire is iratkozzatok fel, nyomjátok be mind a két helyen a csengőt, hogy ne maradjatok le, hogyha töltjük fel nektek az új videókat, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!